Szeretett csomaggal érkezett a Domovári Százszor Szép óvodába a Vállalkozói Egyesület. Az ajándékot a tagok által összeadott pénzből vásárolták, melyből 134 gyermek részére gyümölcstálakat, édességet, szaloncukrot és szívószálas üdítőt tudtak adni a 11 csokoládé torta mellé még a 2021-es év végén. Az idei évtől kezdve egy új kezdeményezésben kezdett, úgy döntött a tagság, hogy minden évben karácsony előtt Dombovár valamely óvodáját felkeressük. Következő években is ennek a hagyománynak eleget szeretnénk tenni. Minden évben a város egy más óvodáját keresnénk fel, és évről évre akkor így a Vállalkozói Egyesület is tudna ezzel egy kis szeretetet, egy kis boldogságot vinni a kisgyerekeknek a körébe, és nagyon jó volt ma itt lenni, köréjük ülni, hisz most már felnőttek vagyunk. Nekem egy nagyon nagy fiam van, és ez nagyon sok örömmel fogott meg. A Vállalkozói Egyesület ugye 14 vállalkozó tagságból áll, és a 14 vállalkozó önerőből adta össze ennek az anyagi költségét, melyből a 140 gyereknek vásároltunk be. Az ötlet az volt, hogy a Vállalkozói Egyesület is itt a szeretet ünnepén karácsony előtt szeretett valami jót tenni, amivel boldogságot teszünk, és ugye a városban több kezdeményezés indult már, hagyományosan már évről évre különböző ajándékdobozokat gyűjtöttek, különböző étel elkészítések voltak, amelyekkel a hátrányos helyzetű gyerekeket, hátrányos helyzetű embereket segítették. Mi úgy döntöttünk, hogy mi egy újabbat szeretnénk, és ezzel a legkisebbekkel kezdtük, az óvodákat céloztuk meg, és többek között ugye idén ezt az újdombovári óvodát, majd jövőre folytatjuk a városnak a következő óvodájánál, és évről évre felkeressük az óvodákat. A boldog gyermek mosolyok már magába sokat adtak az adományozó felnőtteknek, de ezen felül műsorral köszönték meg a Százszor Szép Óvoda csoportjai a sok-sok ajándékot. Az átadón részt vett Pintér Szilárd polgármester, valamint a körzet képviselője Kis Balázs és Bogdán László önkormányzati képviselő is.